Sok szeretettel köszöntelek benneteket a második kerületi és a Hegyvidék Lámpás Klub februári online alkalmán. Februári témánk: közeleg a tavasz, irány a természet. Pap Csabával, a Baranya megyei Szabadidő Sportszövetség elnökével beszélgetek a természetjárás és a túrázás gyakorlati tanácsairól, a természetjárás szépségeiről, ötleteket meríthetünk ahhoz, ha még nem túráztunk, vagy csak ritkán, hogy mire figyeljünk, milyen felszereléssel induljunk útnak. Kezdőként milyen terepet és milyen távot válasszunk. Szeretettel köszöntelek, Csaba, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én is mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntök a Baranya megyei Szabadidő Sportszövetség nevében. Várom a jobbnál jobb kérdése. Köszönöm. Mutatkozz be, kérlek, és mesélj arról, hogy miért fontos a te életedben a túrázás, a kirándulás és a sport. Valamikor még az első munkahelyemben egy tanár voltam, és ott egy szakközépiskolában tanítottam. Annak idején létezett ilyen egy országjáró diákkör, és ott hétvégente a gyerekekkel megyén belül különféle túraversenyeket, teljesítménytúrákon vettünk részt. Persze szerveztünk saját magunk is, és ez egy jó hétvégi elfoglaltság volt. A gyerekek szerették, én is szerettem, és annyi haszna van ennek, hogy részben ugye megismerjük környezetünket, azon kívül, hogy mozgunk, és megismerjük a tanulókat is, és az iskolán kívül azért tanulók egy kicsit másképp viselkedtek. Ez sok-sok éven keresztül ment, és valamikor a 90-es évek közepén lemondott a akkori megyei elnök, és mivel ez a funkció pénzzel nem jár, így kerültem én a képbe, senkit nem kitúrva, és ennek már lassan 30 éve, hogy ezt csinálom, vagy csináljuk, hiszen az elnöke vagyok a szervezetnek, de az itt egy elnökség van, illetve társadalmi munkásaink is vannak. Értem. Ha jól tudom, te már szerveztél látássérülteknek is kirándulásokat, túrákat. Erről mesélnél egy kicsit bővebben? Természetesen. A látássérültekkel, még a Uno nevelt kutyámmal kapcsolatban kerültem képbe, és így a Baranya megyeiekkel szerveztünk programokat, részben gyalogtúrákat, részben egyes sportprogramokat. Biztos, hogy sokkal körülményesebb, nehezebb, illetve hát kisebb létszám mellett lehet a túrát szervezni nekik, hiszen azért legtöbbüknek egy-egy segítő szükséges, illetve olyan útvonalon célszerű menni, ahol azért megtervezzük, hogy mindenkinek kellemes legyen. De nagyon jól sikerültek ezek a túrák, és abból gondolom, hogy mindig van folytatásra igény, mert attól, hogy valaki látássérült, még mozog, még épp úgy szeret, és épp úgy kell is neki. Ezzel teljes mértékben egyetértek. A kezdő túrázónak milyen gyakorlati tanácsokat adnál az elinduláshoz? Hát ha valakinek nincsen valami speciálisan nagyobb egészségügyi problémája, akkor bármikor, bármilyen életkorban, bármilyen évszakban elkezdheti ezt a fajta mozgásformát, mert ugye most mozgás vagy sport, ezzel lehetne vitatkozni, de ezt ne tegyük. A lényeg az, hogy amikor elindulunk, akkor azért induljunk el, mert szeretnénk. Nem azért, mert valaki ezt mondta, hogy induljunk, hanem nekünk örömünk legyen benne, mert ha valamiért nincs örömünk, akkor az kevesebbet ér. Felszerelés minimálisan kell egy jó túracipő vagy túrabakancs, attól függ, milyen évszakban indulunk el, mert azért néha látni a nem látássérültek között is olyat, aki azért egy mezei utcai magas sarkuba gondolja, hogy lehet teljesíteni egy erdei kirándulást. Célszerű, mint mindenfajta ilyen mozgásnap, szabadban vagyunk, több réteg ruhát venni, bár említetted, hogy jön a tavasz, de azért, amikor elindulunk, akkor hűvösebb lehet, később kisütet, illetve ha fölfele megyünk egy hegyen, akkor előbb-utóbb megérezzük, hogy minden ruha sok rajtunk, tehát valahogy le kéne venni ezeket a ruhákat. Célszerű még egy pontos, és ez talán nem csak látássérülteknek, egy túrabot, ami arra jó, hogy a rád nehezedő testsúlyt nem csak a lábaid, a gerincet viseli, hanem a boton keresztül a karjaidat támaszkodó, illetve sokkal stabilabb is vagy, és az nem feltétlenül csak életkor vagy bármilyen probléma esetén célszerű, egy biztonságot ad.
Természetesen ezen kívül, ha hosszabb túrára mész, tehát nem 1-2 kilométer, akkor mindig vigyél egy hátizsákot, ne a kezedbe reklámszacsot, hanem egy hátizsákot, amelyben sok mindent lehet vinni, de folyadék az feltétlen legyen, mert az ember kaja nélkül azért kibírja pár órát, de inni azért mindig szeret. Igen, én azt gondolom, hogy ezek nagyon jó és megfontolandó tanácsok. És kezdőként milyen útvonalban, milyen távban, vagy milyen terepben érdemes gondolkodni? Hát a távolság és a szintemelkedés nagysága az mindig úgy válasszuk meg, hogy a végén egy picit elfáradjunk. Ez szerintem minden sportra igaz, hogy az embernek a végén legyen olyan érzés, hogy hát ezt azért valamit tettem, és utána szépen bebújni a jó meleg pártba, az mindennél többet ért, a viccet véletéve. Nem lehet ezt számszerűsíteni, hiszen annyiféle életkorba indulunk el, annyiféle edzettségi állapotba, annyiféle egészségügyi állapotba, illetve hát az időjárás is befolyásolja azt, hogy mi most milyen távolságra tervezzünk, de azért egy, ha teljesen-teljesen kezdők vagyunk, akkor egy 5 kilométer alatt gondolkodjunk első körbe, és nem mindjárt a legmagasabb hegycsúcsokat akarjuk megmászni, és ezt később fokozatosan emeljük. Az kell feltétlenül, mint mindenfajta mozgás, hogy ezt rendszeresen csináljuk. Jó dolog, ha csak havonta egyszer kirándulunk, mert az is tökéletes, de ezt heti rendszerességgel tudjuk, vagy bármilyen másik mozgásformával kiegészíteni, akkor annak már azért sportértéke is van, és az egészségügyi érték mellett, illetve hát az külön öröm, hogy az ember annyi mindent kipróbál. Hogyha hallgatlak téged, én alapvetően is szeretek túrázni, kirándulni, de úgy megjön az embernek a kedve hozzá, és azt gondolom, hogy nagyon sok jó, hasznos tanácsot is kaptunk ehhez. Még egy kis motivációt, inspirációt, hogy miért érdemes kimozdulni a négy fal közül, mesélj kérlek a természetjárás szépségeiről, ami téged mindig inspirál, ami miatt elindulsz. Egyrészt mindig, hogy az ember újat és újat lásson. Ez nem feltétlen kell, ugye mindig külföldre mennünk. Ha elindulunk egy erdei kirándulásra, akkor ott egyrészt ugye a környezetünket, fákat, különféle növényzettel találkozhatunk, illetve az erdőben valaki gyakran jár, különféle emlék vagy emlékhelyeket, történelmi helyekkel is, és egyéb látnivalókkal is találkozhat. Aztán a legegyszerűbb mozgásforma, hiszen ehhez a mozgásformához gyakorlatilag speciális sporteszköz nem kell, a lábunkon levő túracipőn, illetve a ruhánkon kívül. És ami ebből következik, hogy az egyik legolcsóbb, és amíg ugye egyes sportágakat, hogy kell valami különleges mozgáskoordináció, egyebek, addig a túrázáshoz azért, miután ez velük született, tudjuk, nem kellenek ezek a tulajdonságok. És ami nagyon fontos, ugye főleg az ember társakkal megy, és célszerű társakkal menni, hogy túrázás közben tudsz beszélgetni velük. Egy futás meg egy kerékpár is nagyon jó mozgásforma, de azért ott közben már az embernek az nem biztos, hogy jól esik, hogy beszélgessen társaival, és azért is jó társakkal menni, mert ha már megígérted valakinek, hogy elmentek hétvégén túrázni, akkor már olyan ciki lenne, kellemetlen, hogy jaj, most nincs kedvem, meg stb. Ezt ha egyedül vagy megteszed, mert minden ember valószínűleg én is lustra, bizonyos szinten, de ha megígérjük, akkor már menni kell, és közben az embernek aztán el is felejt, hogy ő minden mozgást el kell tenni nehéz. És ami még fontos, hogy ez bármely életkorba lehet űzni ezt a fajta mozgásformát, nem öregszünk ki belőle, hiszen ha valaki jár erdőbe, hát bizony ott azért régebben fiatalokat is bőven lát, nagyszülőket unokával. És ami fontos még, hogy szabad levegőn vagy. Nagyon fontos, nagyon jó a tornateremben zajló mozgásformák, de a szabadba sétálni jó levegőn az mindennél többet ér. Szerintem. Szerintem is. Nekem megjött a kedvem a túrázáshoz. Csaba, neked nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk a gondolataidat és a tapasztalataidat, és hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen, hívjatok máskor is, és ha ugyan Baranya messze van, de ha gondoljátok, szívesen találkozunk. Rendben, nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm, hogy itt voltatok velem, várlak benneteket a márciusi online klub alkalmával is, biztatlak benneteket a személyes lámpás klubok rendezvényein való részvételre is, ahol akár személyesen is találkozhatunk. Mindenkinek kívánok jó egészséget és derűs napokat. Sziasztok!